Nem minden pár olyan szerencsés, mint ezeknek a babáknak a szülei. Sokaknak akár éveket kell várniuk a pici megszületésére, sőt, előfordulhat, hogy egyáltalán nem is lehet gyermekük. Ma már ugyanúgy népbetegségnek számít a meddőség hazánkban, mint az allergia vagy a cukorbetegség. Magyarországon mintegy 150 ezer ilyen pár van regisztrálva a statisztikai hivatal adatai szerint. Sokan azonban tévesen gondolják, hogy a probléma csak a nőket sújtja, mondta egy szakorvos 35 perc című műsorunkban. Ugyan olyan számban érintettek a férfiak, 40-40 százalékban -40 és 20 százalékban közös a probléma. Az ellátogató hölgyek, akik egy év aktív gyermekvállalási szándék próbálkozás után sem tudnak teherbe esni, ellátogatnak a rendelőbe, megfelelő kivizsgálásokat követve mindig felteszik a kérdést, hogy hogyan tovább. Nyilván van egy protokoll, van egy olyan sablon, ami alapján dolgozunk, a kivizsgálásokat akár már Nyíregyházán, minden megyei kórházban el lehet végezni, és már a medőségi központba a hölgyek, párok úgy mennek, akár egy hónap alatt a kivizsgálásokat tulajdonképpen le lehet tudni, és már egy kész kivizsgálás után mehetnek -e a központba medőségi kezelésre. Ezeknek a központoknak a hivatalos neve ARC, vagyis Asszisztált Reprodukció Centrum. 12 ilyen működik az országban minden régióban hozzánk legközelebb a Demreceni Egyetem klinikai központjában. Ezekben február 1 -e óta ingyenes a diagnosztikus eljárások teljes köre a férfiak és a nők számára egyaránt, és maximális 100%-os támogatással érhetők el a meddőség kezelésében alkalmazott készítmények is. Az intézkedéssel reményt kaptak azok, akiknek eddig esélyük sem volt arra, hogy belevágjanak a köznyelben csak lombik programként emlegetett eljárásba. Egyúttal több százezer forintot is megspórolhatnak az érintett párok, akiknél a meddőség problémáját számos tényező okozhatja hogy ha a hölgyeket, férfiakat nézünk egyaránt, a probléma az feles, a dohányzás, a stresszes életmód, ez mind olyan közhelyes dolog, de közrejátszott. Nyilván egy fokozottabb elhízás, egy nőgyógyászati alapbetegségek közül, korábbi felszálló fertőzés követően, egy átjárhatósági nehezítettség a petevezetőkben, akár egy ményák a hátja rossz helyen tapad a kismedencében, de ez mind-mind olyan nőgyógyászati betegség is vezethet meddőséghez. Nagyon gyakran viszont nem látunk semmit a háttérben, tehát sokszor a trendi szóval pszichés eredetű a meddőség. A szakorvos hozzátette egészséges életmóddal sokat tehetünk a meddőség kialakulása ellen. Arról is beszélt, hogy a nemrég életbe lépett intézkedésnek köszönhetően idehaza több ezerrel nőhet a gyermekszületések száma. A jelenleg 90 ezres éves számot akár 5-10 kal is megemelheti. A kezelések és a három beültetés esetén akár 70-80%-os sikerrátájú eljárások iránt érdeklődés már érezhető a szak- és a magánrendelőkben egyaránt. A mentőségi központok néhány hónappal ezelőtti centralizálásának köszönhetően pedig a várólisták is csökkenhetnek.